Önök még mindig a zenevár adását látják, Royal Tibi a vendégem, és hallottam tőle egy nagyon régi feldolgozást, ami nekem egyik nagy kedvencem, a Ne sírj anyám című, és nagyon örülök, hogy hozzányúlsz ilyen dalokhoz, és új köntösbe öltöztetvén, hát megismerteted a ma fiataljával. Igen, én mindig is nagyon szívesen nyúltam a régi dalokhoz, én ebben nőttem fel, és még nagyon sok, legalább 5-6 dal van még a fejemben, amit a jövőben szeretnék feldolgozni új köntösben, mivel ezek a dalok már nem igazán elérhetőek sehol. Ugye régen kazettákon ezek megjelentek, de valahol felkelt menjek a padlásra, és előkotorásszam ezeket a kazettákat, és ezeket áthallgatva akkor jönnek az ötletek, hogy hoppá, ez is jó, ez is jó, és próbálok egy új köntösben megjelentetni. Ugye ehhez videoklip is készült, és ezt a videoklipet igazából egy éjszaka alatt hoztuk össze, úgyhogy még délben fogalmam sem volt, hogy konkrétan mi lesz benne. Ez nem semmi egyébként, majd érdemes megnézni a klipet is, mert Tibi hatalmasat játszik benne. Nagyon tetszik a kissé megtépet ruhád. Köszönöm. Az a fajta hangulat, ami a dalból árad, átjön teljes mértékben a klipben is. Tehát igyekeztem erre. Ez nagyon-nagyon autentikusra sikeredett. Gondolom az idősebb nézők ismerik ezt a dalt, hallhatták régen, hiszen nagy színészeink, amikor dalra fakadtak, lehetett hallani, hogy édesanyám, ne sírja, te rossz fiadért. Ez egy csodálatosan szép dal. Igen, és egyébként ebben nekem szerepel édesanyám is benne, az első klipem, amiben bele csempésztem anyukámat, és ő folyamatosan azóta is mondja és hangoztatja, hogy de az én fiam nem ilyen, az én fiam nem részeges, az én fiam nem iszik. Hát ezt igazából egy liter tejával forgattuk le, és nagyon sokan kapom a visszajelzéseket, hogy tényleg szó szerint azt hitték, hogy én itt be vagyok állítva rendesen. De tényleg? Igen, sokan elhiszik, nagyon sokan elhiszik. Én nekem ez nem jutott eszembe, én a dalra koncentráltam, a mondani valóra, mert hogy ez a dal egy érzelemdús dal. Tehát az, aki ezt írta, abból szinte kiömlik a szeretet az édesanyja iránt. Szóval más szemmel tessenek nézni majd ezt a klipet. Higgyék el, hogy benne van az, ami könnyet csal az ember szemébe.